Most azokhoz szeretnék szólni, akik szombaton azt az elhíresült molinót kifeszítették a stadionunkba. Azokat szeretném kérni arra, hogy most legyenek bátrak. Álljanak és csak annyit mondjanak, mi voltunk. Most azt kell eldöntenetek, hogy mi a fontosabb, önmagatok védelme vagy a Ferencváros. 72 órátok van. Várom a neveket. Hajrá, fiúk! Aki azt mondja nekem mondani, hogy mi nem leszünk bent a stadionba, megkaphatja a parkolat, mert hazudik, bazd meg! A legutóbbi kupasiker után nem gondoltam volna, hogy a következő olyan népületben fogok állni, és nem a lelátón. Szerintem ti is így voltatok ezzel. Hát igen, ott kéne most éppen állni. Az UEFA-nak nyilvánvalóak a törekvései, az UEFA nem hagyja a rasszizmust, nem hagyja a kirekesztést, nem hagyja a stadionban a politikát, igen, ezt én politikusként mondom, hogy nem hagyja a stadionban a politikát, nincs trágárság és nincs obszcenitás. Nálunk mind van, mind kivétel nélkül. Ha csak megnézik a rigmusokat, amiket mondunk, mind van. És szerintem ez így nem megy tovább, mert ki fognak minket szórni mindenhonnan. A szurkolóknak egy része az elégedetlenüket hívják ultráknak. Nekik egyetlen problémájuk van, nem vénaszkenner, meg nem egy technikai dolog, meg nincsen, nem a személyiségi jogokkal van problémájuk, hanem azzal van problémájuk, hogy nem szeretnének egyéni felelősséget vállalni a tetteikért. Én pedig azt szeretném, hogyha mindenki egyéni felelősséget vállalna. A Ferencvárosnak el kell felejteni azt, hogy arc elé kötött sálú gyerekek járnak be, mindenki vállalja az arcát. És a Ferencvárosnak az a követelése mától, hogy mindenki a saját jegyével járjon be a stadionba, és mindenki vállalja a nevét. És nincs tovább a stadion előtt, és nincs tovább a lelátókon a másik szurkolónak a vegzálása. Ez rendszeres a Ferencvárosban. Nincs tovább, befejeztük. Azok az emberek, akik egyébként nem tudnak békében lenni a szurkolótársaikkal, ki fogjuk dobni a stadionból. Az ultrák azok szembeállnak az UEFA elképzelésével, teljesen szöges ellentétben állnak az UEFA elképzelésével. De az a helyzet, hogy én az UEFA oldalán állok.